Mondhatnánk, hogy ha egy üzletbe indul, hiszen gólt szereztél ebben a szezonban a klubodban, most itt a válogatottban, ha mit szólsz? Hát nyilván örülök neki, hogy eredményes tudtam lenni, de nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy haza tudtuk vinni a három pontot, ugye azért jöttünk, hogy mindenféleképpen megnyerjük ezt a találkozót, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez sikerült. Azért még egy gondolat a gólodról, mégiscsak az első válogatott beli találatod, ott érezted, hogy még átfejelhetik a hosszúra? Igen, a hosszú helyezkedtem, és láttam, hogy vissza fog jönni a labda. Próbáltam megelőzni a játékosát, és jól ugrottam fel, sikerült lefejelnem. A többire már emlékszem, úgyhogy csak annyit láttam, hogy állóval a labda. Mennyire volt nehéz az első fél idő, hiszen azért ott lehetett érezni, hogy fel kellett venni a tempót, hozzá kellett szokni mindahhoz, ami itt várta a csapatot. Te mit éreztél magadon a többieken? Így van, nehéz talajon játszottunk, ugye Műfő azért teljesen másik pálya. Az első negyed órában nem játszottunk jó 20 percben, rosszul kezdtünk. Ugye az Andorra letámadott egész pálya, mi próbáltuk kihozni a labdát, nem kellett volna. Többször kellett volna játszani a Szalajádit. Talán ez volt a probléma, ugye meg is zavartak minket egyszer-kétszer, volt egy kisebb lehetőségük is, de örülök, hogy az első fél idő végén gólt tudtunk szerezni, és ezzel ebben megnyugodott a csapat, és a második fél időben, a második gól után úgy gondolom, hogy eldőlt a mérkőzés, és tudtuk azt a játékot játszani, amit szerettünk volna. Veled kapcsolatban pedig azért fontos kérdés, hogy most mi a titok a formát illetően, hiszen nagyon magabiztosan futballoztál. A lengyelek ellen volt egy nagyon szép indításod, de összességében is látszik, hogy most rendben van az önbizalom nálad itt a válogatottnál is. Hát mindig próbálom a legjobb teljesítményt nyújtani, amikor itt vagyok a válogatottban és lehetőséget kapok. Próbálok 100%-ot nyújtani. Örülök, hogy ugye a lengyelek ellen gólt azt tudtam adni, illetve a mai találkozón gólt is tudtam szerezni, de tényleg mondom, nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy a csapat meg tudta nyerni ezt a mérkőzést, az már csak habatoltam, hogy én is gólt tudtam szerezni, úgyhogy nagyon örülök neki. És most már ugye végre jó élménnyel is lehet távozni innen Andorrából. Így van, ez volt a legfontosabb, hogy a három pontot hazavigyük, sikerült, úgyhogy boldogan utazunk haza.